Nagyon sok év után találkoztam az anyósommal. És miután leültünk, és mivel már nem voltunk ellenségek, csak túlélők, és elkezdtünk beszélgetni. Én tulajdonképpen 20 perc múlva nem tudtam, hogy én mit tudom, miért nem ezt a nőt vettem feleségül. Már az anyós. Igen. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez pedig a Szavakon túl. Mai vendégem Varnus Szavér, orgonaművész. Budapesten Kistétényi Melindának volt a tanítványa, Párizsban pedig Pierre Cochereau-nak, a Notre Dame orgonistájának lett a növendéke. Élt Párizsban, később Kanadában, utóbbi országnak aztán állampolgára is lett. A rendszerváltás után tulajdonképpen popsztároknak kiáró rajongás vette őt körül. Háromszor volt nős, két gyermeke van. 2015-ben végleg elhagyta Magyarországon. Most rövid ideig itt tartózkodik Magyarországon, ezért ennek apropóján tudok beszélgetni Varnus Szavérral. Ő következik. Ahogy ezt már megszokhatták, aktuális alanyomnak mindig átnyújtok egy papírt, és a vendég ebből a 20 kifejezésből választhat, mert hogy 20 kifejezést találok ki. Ezek reményeim szerint nagyon talányos, nagyon rejtjeles fogalmak, valamennyi az aktuális vendégemnek életének egy epizódjára, kérdésére, korábbi aspektusára, vagy idézetére utal, és mindig az aktuális vendég, jelen esetben Varnus Szavér választja ki, hogy épp miről beszéljünk. Vagyis kis túlzással az alany határozza meg, hogy mi legyen a téma, de őszintén szólva ő se tudja mindig, hogy pontosan miről szeretne beszélni. Azok kedvéért, akik most csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Varnus Szavér mely 20 kifejezés közül választhat. Ez is egy tudomány? Minden nem sikerülhet. Így a jó. Nem papírforma. Megteremtem magam. Rossz bicikli. Kérész. Másik liga. Gyenge pillanat. Választok én. Nagy szellemek. Egy nappal se többet. Alkú az ördöggel. Ha adnak, fogadd el. Még én is. Kötelez? Meghúzom magam. Megmérve. Idegenül. Megteremtem magam. Megteremtem magam! Nemrég olvastam Madonna életrajzi könyvet, és azt írta róla az életrajzi írója, hogy Madonna sok mindenhez ér, de egy valamihez biztosan, a legendagyártáshoz. És akkor hirtelen egy eszembe jutott, pont a készülés során olvastam mindezt, hogy szerintem te is értesz nagyon a legendagyártáshoz. Tehát a saját mítoszod, vagy a legendának a megteremtésében szerintem te élenjáró vagy. Vagy én ezt rosszul gondolom? Egyáltalán nem gondolod rosszul, sőt, valószínű rám hatással volt, valamikor a 80-as évek legelején olvastam Alan Walkernek a könyvét Liszt életéről, amely azt hiszem, hogy akkoriban az egyik legpontosabb Liszt biográfia volt, és ott azért leírta azt nagyon, hogy is mondjam precízen, hogy Liszt egy tökéletesen működő modellt átvett Paganinitől, de hát mivel ő körülbelül két évtizeddel később kezdte a pályáját, ezen nyilván, hogy is mondjam, az akkori technikai tudása szerint egy kicsit update-olni kellett már, és ugye Liszt befezette be, vagy hát a Liszt koncerteken volt először, hogy a közönség nőtagjai elájultak a szépségtől. Most Alan Walker megtalálta a kifizetési bizonylatokat. Már hogy fizetett a nőknek? Tehát kezdetben mindig voltak ezek az előájulók, és amikor az már városi trend lett, akkor már jöttek az önkéntesek, akik önként ájultak el. Tudok titkot tartani, neked voltak ilyen előájulóid? Előájulóim nem voltak, erre ilyen értelemben szükség nem volt, de főleg azért, és ezt valószínű ilyen értelemben talán egyfajta előnynek érzem a sors részéről, hogy végülis egy olyan hangszerrel játszom, és egy olyan környezetben van legtöbbször ez a hangszer, hogy az önmagában már megteszi azt a hatást, amit mondjuk egy átizott borlás falu művelődési háznak a koncerttermében nem nagyon lehetne megcsinálni. Azon túl a te személyes sztorid, vagy a branded, vagy a legendáriumod, azért szerintem te azt elég nagy tudatossággal próbáltad feldíszíteni, nem? Én inkább ezt úgy fogalmaznám, jó, persze, nyilván volt nekem egy majdnem gyermekkoromból visszanyúló barátságom és mentorom, Faludi György, akinek hát azért mégiscsak volt egy, hogy is mondjam, egy szintén egy legenda teremtő képessége. Én inkább azt mondanám, hogy talán tőle azt tanultam meg, hogy az életben szinte mindenkinél megtörténő dolgokat, hogy lehet aztán azzal a kiemelő filccel úgy lesatírozni, hogy jobban látszódjon. Ezzel kit szórakoztattál, magadat,
vagy inkább a közönséget? Nem, szerintem ez ennél sokkal egyszerűbb volt. Valószínű ez a marketingnek a része volt. De legalább akkor a forgatónyomatékkal bírt szerintem a te exhibicionizmusod, nem? Tehát szerintem a tied egy elég szomorú élet lett volna, hogyha ez a popkulturális társág, ez nem szökken szárva. De ebben nagyobb része volt, én úgy hiszem, a szerencsének. Tehát az annyira közhelyszeren szokták mondani, de tényleg jó pillanatban voltam jó helyen. És hát tényleg annak a korszaknak volt egy ilyen elképesztő kulturális turbulenciája. Tehát én úgy emlékszem, hogy ott a legeleje a 90-es éveknek, ez egy baromi érdekes pillanat volt. Ma nem tudnád mindezt megcsinálni? Egy dologgal tudok válaszolni. Bizonyára emlékszem meg erre a fantasztikus asszonyra, a dr. Takács Ildikóra, aki most nem olyan régen halt meg. Ugye ő volt a Magyar Reklámszövetségnek az elnök, és én Ildikóval nagyon szerettem beszélgetni, időről időre össze jöttünk egy kávéházba, vagy meglátogatott, és akkor tájt az egyik unokaöcsém a mindenfajta polcokon heverő, sok évtizede összegyűlt újságcikkeket beszkennelte, és ebből 7000 cikk jött ki. És ez egy nagy rendezett mappába is meg volt csinálva, de a számítógépen is hozzáférhető volt. És az Ildikó belenézett ebbe, és ez volt mondjuk 15 éve, belenézett ebbe az egészbe, úgy olvasgatta egy fél órát, és azt mondta, hogy Szavér, ma ez körülbelül 7 milliárd forint lenne. Tehát, ha ki kéne fizetni PR szempontból. Igen, tehát hogyha valakit a nullából kéne megcsinálni, akkor ez most körülbelül 7 milliárd forint lett. Annyit mondj el ezzel kapcsolatban, így utólag, hogy volt azért egy-két olyan történet, amelyet kiszíneztél, de elég erőteljesen, ugye? Tehát ma már ez bevallható. Hát mindig is éltem azzal a remek Faludi mondattal, hogy ha benne vagy egy jó történetben, soha ne zavarjanak meg a tények. Most tételesen kéne, de most ráadásul azért nehéz, amit kérdezel, mert gondolom, te magad is tapasztaltad, ha máson nem, akkor magadon, hogy nagyon sokszor az ember egy kijavított tényt néhány év alatt annyira vizualizál, hogy gyakorlatilag már tényleg nagyon nehéz megkülönböztetni a költészetet a valóságtól. És ilyen vannak dolgok, amiről már nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy valójában az pontosan, hogy történt. De ugyanúgy meséled? Dacára annak, hogy ma már van benned bizonytalanság? Hát persze, hát hogyha a show műsor elindul, akkor ez... Show must go on! De most őszintén megmondva, az tulajdonképpen magában a Faludi jelenségben a csodálatos, és ezt próbáltam bizonyos mértékig talán magam is hasznosítani, hogy ha hazugsággal is, de mindig az igazságot szolgálta. Tehát a hazugságok, vagy mondjuk akkor nevezik így történetek, annyira jellemzőek voltak. Hogy akár meg is történhettek. Igen, és pontosan ezt mondta, Faludi halála napján pont itt volt Fejtő Ferenc. És pont egy kamera előtt ült, és mit tesz Isten, pont a mi kameránk előtt ült, és mivel aznap este Faludi emlékműsor volt a Magyar Televízióban, az ő nyitó szavai a mai napig fönt van a YouTube-on, és ő azt mondta, hogy mindannyian tudtuk Gyurkáról, hogy legtöbbször nem mond igazat. De furcsa módon soha nem ráharagottunk, hanem mindig a sorsa. Mert a dolgoknak úgy kellett volna történni, ahogy ő elmondta. Szóval... De ez rád is érvényes? Nézd, ilyen értelemben? Te nem érezted soha azt, hogy a sors a dolgok megtörténtével modortalanul hazudik, mert nem úgy kellett volna történni. Dehogy nem, hát persze. Na hát akkor... Te kicselezed így módon a sorsot. Néha kicselezem, de ugyanakkor viszont ahogy mondtam neked az elején is, hogy arra mindig volt egy érzékem, vagy ahhoz mindig volt egy érzékem, hogy azért észrevegyem azokat a sarokpontokat, amit tényleg csak nagyon halványan kell a sárga filccel áthúzni, és jobban fognak látszani. Nézzünk egy következő témát. Minden nem sikerülhet. Minden nem sikerülhet, az a te egyik mondatodra utal, mi szerint a magánéleted, nevezetesen a két fiad és a vele való kapcsolata, az apai létezés, az nem volt feltétlen mindig sikertörténet. Azt mondtad, hogy az nem sikerülhet. Tehát a magánélet az nem valószínű, hogy egy sikertörténet volt. Ott kihibázott a körülmények, a sors, ha már ezt említetted, vagy a te felelősséggel is ennyi idő után most már elismered. Amikor az első fiam született, én borzalmasan fiatal voltam. 19 voltál, ugye? 19 voltam, ha jól emlékszem, és a feleségem volt 13 évvel idősebb volt nálam. És a mai napig tisztán emlékszem arra a pillanatra, hogy amikor a fiamat hazavittük a kórházból,
Egyébként ez olyan furcsa jelzésérték volt, ez most például nem legenda gyártás, ez tényleg így történt. Igen, hogy... mindig jelez majd. Igen, most véletlenül igazság következik. Szóval amikor hazavitték a kórházból, ahol egyébként 3 évvel korábban, ugyanabban a kórházban halt meg Lengold, a nagy zongorista, akivel én soha nem találkoztam. Tehát amikor hazavitték a kórházból, akkor egy ilyen mélyen fekvő ágy volt a hálószobában, arra ráraktuk Dent, és én úgy mellé kuporodtam, és elkezdtem vele játszani, és akkor vesztemre elkaptam a feleségemnek egy pillantását, amiből rögtön kiolvasottam, hogy ez a szegény hölgy, ez most jött arra rá, hogy tulajdonképpen neki mostantól 2 gyereke van, és valószínűleg abból én vagyok az éretlenebb. És tehát én ebbe az elsőbe úgy kerültem bele, hogy igazán nem is tudtam, hogy is mondjam, átérezni ennek az egésznek a lényegét. Ilyen értelemben nagyon későn érő voltam. Amikor a második fiam született, hát ott furcsa körülmények voltak, mert ott, hogy is mondjam, a mi kapcsolatunk a feleségemmel egy nagyon, nagyon kellemetlen ellenszéllel szembe kellett, hogy menjen, mert volt egy végtelenül, hogy is mondjam, céltudatos, és a céljától nagyon eltántoríthatatlan anyósom, egy francia hölgy, és hát azért a feleségem az szerintem kapcsolatunk teljessége alatt mindig a két hatás között lebegett. És erősebbnek bizonyult az anyós, ha jól sejtem. Azt hiszem, a végén az anyós két várra fektetett engem, igen. Pedig az nem olyan egyszerű téged két várra fektetni, nem? De érdekes volt, mert most 2 évvel ezelőtt meglátogattam a feleségemet, mert éppen a kisunokámnak volt a születésnap, első éves születésnap, és akkor nagyon sok év után találkoztam az anyósommal. És miután leültünk, és mivel már nem voltunk ellenségek, csak túlélők, és elkezdtünk beszélgetni. Én tulajdonképpen 20 perc múlva nem tudtam, hogy én tulajdonképpen miért nem ezt a nőt vettem feleségül. A már feleségül. Az anyós. Igen. Tehát szellemileg annyival közelebb voltunk egymáshoz, és ezt gyanítom, hogyha nem lettünk volna ellencsapatban, akkor valószínűleg már 30 éve korábban is észrevehettem volna. De nagy villongások voltak akkor? Tehát én húz meg, erezd meg? Én egy lepukkant kelet-európai kanadai bevándorló voltam az anyósom szemében. Ő franciaországi francia volt, ő a párizsi nagypolgári életből érkezett, és szóval ő valószínűleg azt gondolta, hogy minimum a lányának, a gerolstani nagyherceg nőnek a fia kell, hogy megkérje a kezét, úgyhogy én ebben a dologban nem nagyon szálltam, hogy is mondjam, vagy nem nagyon tudtam versenybe ereszkedni. Az egész időszak olyan értelme kicsit elátkozott volt, hogy az első házasságomból nyilvánvalóan nem túl szerencsésen jöttem ki, egy angol nővel szemben az embernek sok esélye nem volt egy angol száz társadalomban, hogy dolgokat akár jogilag, akár más módon megnyerjen, úgyhogy voltak olyan időszakok, amikor, na ez mondjuk egy rövid időszak volt, de ez azt hiszem borzalmasan emlékezetes maradt számomra, amikor tényleg egyfajta majdnem mély szegénységben voltunk egy pár hónapig, mert ő a válásra való hivatkozással zároltatta a bankszámlánkat, ami hát ugye az én kis összegyűlt pénzem is rajta volt. A másik oldalról egy anyós blokkolta az életünket, és a feleségem már éppen terhes volt a fiam, és akkor volt egy pár nagyon furcsa, kemény hónap. Az mivel járt? Tehát mire jutott, és mire nem? Hát rá kellett arra jönnöm akkor, hogy tulajdonképpen ezek szerintem ilyen furcsa középkori mítoszok, hogy a szenvedés vagy a nélkülözés az nem esít egyáltalán. Nem. Az ember éppen, hogy nem tudom, ilyen lealjasulva érzi magát ezekben a helyzetekben. Tehát én sem a szenvedésnek, sem a nélkülözésnek soha nem láttam semmifajta morális erősítő erejét. Lehet, hogy van, akinél van, de nálam nincsen. És akkor most visszatérve az alapkérdésedre, miután tettünk egy csinos két erőt, hogy a nagyobbik fiam mal ő annyira észak-amerikai, hogy igazán nem kerültünk soha közel egymáshoz. Kísérletet tettél rá? Tettem, persze, volt. Tettem persze. És emlékszem is, hogy mi volt az a pont, mi volt az a töréspont, amikor úgy éreztem, és valószínűleg ő is úgy érezte, hogy
hosszú távon ez a történet nem fog közöttünk működni. 2006 vagy 7 környéken egyszer itt volt Európában egy egész nyáron nálam, és elmentünk Franciaországba autókázni, és az egyik tervem az volt, hogy fölmegyünk Alpe d'Huez-be, ami a világ egyik legmagasabban fekvő katolikus temploma, és van benne egy egészen különleges orgon, amit 78-ban Jean Guillou tervezett. És ahogy mentünk föl ott az Alpoknak azon a borzalmas útjain, hát tényleg még a kocsi is alig tudott fölkapaszkodni, azt láttuk, hogy ezek a, nem tudom, hogy hívják a híres verseny, Tour de France, ezek a versenyzők ott, hogy is mondjam, tréningeznek az úton. És hát mondjuk én egy ilyen pesti városlakó sápad borzadájjal mondtam, hogy nézed, micsoda elme vagy, kint 35 fok van, és ezek mosítka. És akkor ebből kialakult egy nagyon érdekes, majdnem parázsvita, és akkor jöttem rá, hogy az én célom, az én úti célom, és általában az élet célom az merőben különbözik az övétől. Tehát egy olyan társadalom nő föl, ahol azok az emberek, akik ott most az én értelmesen tök értelmetlenül infarktus közeli állapotba kerülnek, szóval, hogy ezek az emberek számára a hősök. És ugyanezen a fölfele való úton, akkor megkérdeztem tőle, hogy figyelj, Kanada mondjuk klasszikus zenében nem sokat tett le az asztalra, de azért legalább tudod, hogy ki ez a Glenn Gould, és nem tudta. És akkor vettem észre, hogy hiába az anyja brit származása miatt viszonylag elég sok kultúrát rakott köré, egyszerűen abban a meghatározott észak-amerikai társadalomban valószínű, a mi céljaink azok teljesen eltérőek. Ma mennyire eleven ez a kapcsolat? Nagyon formális. Ő vele. A kisebbik fiam az sokkal elevenebb. De a kisebbik fiamban pontosan azért, mert az anyja is ugye egy francia nő, meg eleve ő többször is volt Európában egész kiskora óta folyamatosan meglátogatott engem. Mit tanultak mondjuk ennek a fiúk az apukájuktól? Mi vagy bennük te? Hát én most inkább a kisebbikről, Nikről tudok beszélni. Azt hiszem, hogy az élethez való viszonylag pozitív hozzáállást megtanulta tőlem. Tehát, hogy az élet körülményei vagy helyzetei soha nem lesznek ideálisak. Tehát nem lesz majd az az ideális nap, amikor 22 fok lesz, és minden zsarnok éppen meghal, és az adóhivatal visszaküldi 25 évre visszamenőleg az összes befizetett adómat, tehát ilyen nem lesz. De viszont, hogy mégis azokat a napokat, amelyek átlagosak, vagy még akár az átlagnál rosszabbak is külső körülményeit tekintve, hogy mégis megtaláljuk a szépet, vagy a boldogságot. Neked ez mindig sikerül? Nem, de vannak olyan példák, és most ez most nem legendagyártás, ez tényleg most egy kicsivel több mint két évben megtörtént, amikor megvásároltam ezt a csodálatos templomot ott Kanadában, és akkor úgy ismerkedtem egy kicsit a világgal, és bementem a templomom nagy ólomüvegablakának át a mögé, tehát a templom mögé, és ott leterítettem a zöldjepre a kabátomat, és akkor vettem észre, hogy ott van fölöttem egy almafa. És akkor leszettem a saját almámnak a gyümölcsét, hogy lefeküdtem, kihaladszott nagyon tisztán Bach. Közben tényleg nagyon szép idő volt, úgyhogy csobogtak a hullámok, és ettem a saját almámat, és az úgy jó volt. Azt mondtam, hogy az embernek azért általában mindig egy több pontból álló kívánság is ellen, hogy még az adott pontból mit tudna belerakni, ott nem volt különösebben sok, az úgy jó volt neked. Hány ilyen volt neked az életedben? Sokat fel tudsz idézni? Sok volt, tehát soknak az emléke megmaradt bennem, de ha konkrétan most fel kéne idézni, akkor nyilván egy kicsit gondolkodnom kéne, de azt hiszem, hogy sok ilyen volt. De ez nem csak ezzel kapcsolatos. Például van egy olyan emlékem, és én aztán később sokszor beszélgettem pszichológusokkal erről, hogy... Már terápia keretében? Így is. Azt elmondod, hogy mi indukálja egy emberben azt, mondjuk a tenzsetelő beszélünk rólad, hogy elmegy szakemberhez? Ugyanaz, amiért időnként elmegyünk és olajat cseréltetünk az autóban. Tehát vannak olyan dolgok, ami sajnos a magyar közgondolkodás szerint még most is a fajta úri huncutságnak tűnik, de hát én ma már egyre inkább azt veszem észre, hogy túl gyorsak voltak a változások, az emberi psziché túl lassan tud alkalmazkodni ehhez, és egyszerűen időnként valamiféle belső karbantartásra szükség van. Tehát, ez melyik volt az az időszak, amikor úgy nagyon szükségét érezted?
Hát amikor legelőször nagyon szükségét éreztem, és ugyanakkor nem volt nekem nagy segítség benne, az érdekes módon az a pillanat volt, amikor arc szerint nagyon bejutottam a magyar közvéleménybe, vagy közismertségbe. Én nem tudom, hogy rád milyen gyorsan tört rá, rád a közismertség. Szóval nem tudom, hogy ez nálad egy folyamat volt, de ott az én esetemben, hogy gyakorlatilag tényleg az volt, hogy előző napon, hogyha valaki szembe jött velem az aluljáróba, akkor így nézett rám, és másnaptól ez volt. Ami halálosan megrémített engem. Ilyenkor az ember talajvesztetté válik, vagy a koordinátákat már nem találja annyira, mert mondtad, hogy ez indukálta az, hogy elmentél szakemberhez. Nem, ez indukálhatta volna, de sajnos akkor nem mentem el. Ez mivel járt, ez a mulasztás? Hát az, hogy ezt egy lábon kihordott infarktus volt, szóval, hogy ezt akkor konkrétan szakember nem nézett. Én azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de én azt hiszem úgy a tapasztalatok alapján, hogy általában az önjavító szoftver az nem rossz bennem. És általában én úgy hiszem, hogy olyankor kell elmenni szakemberhez, vagy olyankor érdemes beszélgetni szakemberrel, amikor már ez az önjavító szoftver, hogy is mert túlságosan kemény külső vírusokkal találkozik, de még ezt a dolgot úgy nagyjából magamba helyre tudtam tenni. Ez idő szerint jársz-e szakemberhez? Mondod, hogy időnként el kell menni. Teljesen értetetlen és kiszámíthatatlan módon meghalt előlem. Úgyhogy, és ez most már 3 éve volt, és most azóta egy kicsit próbál. És ez bizalmi viszony, tehát akár igen, nem igen, lesz. Tehát ez egy rette, tehát szerintem az embernek kettőhez kell az élet árán, akár annak árán is, hogy megvernek, nem szabad elmondani a nevét, szóval kettőhöz kéne nagyon ragaszkodni, szerintem a szabójához, meg a pszichológusához. Minden egyéb pótolható. De belevágtam a szavadba, azt mondtad, hogy boldog pillanatokról kérdeztelek, hogy ilyen egészen katartikus, kivételes, egyedülálló pillanatokról, és azt mondtad, hogy amikor az ember elmegy például egy szakemberhez, hogy beszélget ilyen körülmények közt, és itt vágtam a szavadba. Igen, tehát amikor elmegy egy szakemberhez, akkor, hogy is mondjam, a színpadtól 7 méterrel távolabb már jobban látszanak az összefüggések. Úgyhogy mi akkor tulajdonképpen majdnem ilyen szellemi házasságszerűen összebútoroztunk ezzel a pszichológussal, tehát rengetegszer beszélgettem vele. Furcsa mondom, már akkor is használtuk a technika vívmányait, mert szinte soha nem volt kevesebb közöttünk, mint 1000 kilométer. Mi olyanra jöttél rá az addigi életed sorsfonalát illetően, hogy mozaikszerűen rendeződött a te fejedben egy egészé vagy rendszerszerűé az, amit korábban te esetlegesnek gondoltál, és megvilágosodtál, hogy én egyszerűen fejezzem ki magam. Hát azt, amit mindig olvastam, azt onnantól fogva tudatosan láttam is, hogy azért az ember sokkal, sokkal többet hoz a gyerekkorából, és sokkal nehezebb ez a gyerekkori motyó, mint az később képzeljük. A tiéd az milyen volt? Nehéz, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Valami miatt nálam volt ott gyerekkoromban egy ilyen nagyon furcsa, hogy is mondjam, érzelmi rettegés, talán ezt így tudnám kifejezni. Nem tudom, hogy más gyerekeknek milyen, tehát lehet, hogy ez egy általános sors, amit én elmondok, de az tény, hogy én annyira nem éreztem magam biztonságban semmilyen egyéb közegben, amiben a szüleim nem voltak a környékemen. És én annyira sorscsapásként és börtönként éltem meg például az iskolai éveket. Nem tudom, hogy ezzel tényleg más került-e hasonló helyzetbe, de én effektíven erre emlékszem, hogy ültem a kettes terem volt a miénk az általános iskolában, és arról pont arra a Lejtős utcára lehetett látni, ami az otthonom fele vitt, és én tényleg szerintem, aki a gyűjtőfokházból nézeget ki a rácsokon, körülbelül így nézel, nem tudom, Kiskunfél egyház a tornyai felé. Tehát a világtól féltél? Vagy a szüleid nélkül? Nem, én ezt ebben a katonás poroszos bezártságban rettegtem. Rettegtem, mert alapjában véve nagyon szabad gyerek lehettem. Te az a típus voltál, aki ilyet meg tudott beszélni az anyukájával, apukájával? Tehát ők tudták azt, hogy mi mész te keresztül? Én azt hiszem, hogy akkor még ahhoz kuka voltam. Ez mire válasz a te későbbi életedet illetően? Tehát mi következik mindenből a felnőtt Varnus Szavérra vonatkoztatva? Hogy én soha nem tudtam aztán a későbbi céljaimat a dogmák szerint megvalósítani. Tehát én nekem mindig a saját
metodikámat kellett nagyon sok kinkeserv árán kialakítani ahhoz, hogy valamit meg tudjak valósítani. Kinkeserv által? Persze, persze. Mert az, aki mondjuk egy iskolában végig eminens egy iskolának, most ezt az iskolát átvitt értelembe értem, tehát az életiskolájában is, aki át tudja venni teljesen a szabályrendszereket, át tudja venni teljesen a közösség által javasolt és elfogadott megoldásokat, annak könnyű az élete, mert annak alapjában ő csak tartalommal kell föltölteni. Majdnem, hogy azt is mondod, hogy ezáltal, a sors által, vagy út által neked egy sokkal nehezebb élet jut? Sokkal, persze. Tehát én nagyon-nagyon sok kínlódással, nagyon sok töprengéssel, de megteremtettem a saját alagútjaimat, és nem használtam azt az alagutat, amit már átfúrtak a Várhegy alatt. Próbáltál azon átmenni? Próbáltam, de lehetetlen volt, tehát azt nem rám szabták. Ennek mi volt a vesztesége? Tehát milyen áldozatokkal járt mindez? Hát rengeteg idő elment vele. Rengeteg idő elment vele, ami a mással is elmehetett volna. Tehát én azért... Mondjuk a család? Akár a család is, persze. Akár a család is. Egyet mondja még ezzel kapcsolatban, aztán választunk egy másik témát. Sokszor volt neked olyan érzésed, hogy irigyelted azt a típusú embert, akinek ez minden olyan magától értetődő, mármint az, aki taposott alagút? Ez érdekes, mert addig, amíg a megvalósítás folyamata volt, addig persze tele voltam irigységgel. De amikor létrejött a mű, akkor mindig elégedett voltam, mert azt láttam, hogy ugyanakkor az én kis fura alagutamon mégiscsak messzebb le tudtam eljutni, mint ő. Tehát azért ennek a szabályt tisztelő és követő típusnak mindig van azért egy távolsági határa. A te saját magad önképe szerint te nagy ember vagy? Nem, mit értesz nagy ember alatt? Nagy formátumú, nagy életművű, kivételes? Abszolút nem. Nem? Abszolút nem. Nem, hát... Ki neked a te szemedben? Nézd, eleve, hát ki, hát mondjuk... Nézd, ez nagyon érdekes, hogy pont most kérdezed, mert az elmúlt éjjel egy nagyon furcsa dologra akadt, mert mindegy, egy hosszú és áttételes kapcsolatrendszer miatt egy család az életemben eléggé, hogy is mondjam, jelentős szerepet játszott egészen gyerekkoromban, és most megtaláltam ennek a családnak a tulajdonképpen önéletrajzát, ott minden családtag írt a családdal kapcsolatban. És ez könyvformában fönt volt az internet, elolvastam, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy annyira elkeserítően, reménytelen helyzeteken keresztül rágták magukat emberek 40-es, 50-es, 60-as években, hogy ehhez képest nekem olyan szinten lejtett a pálya. Én úgy viszonylag jól bekalibráltam a tehetségemet, ahhoz képest tényleg csináltam egy élettervet, és ezt azt mondom, hogy időarányosan jól le is futottam. Körülbelül ott tartasz, ahol tervezted, hogy tartani fogsz? Már tulajdonképpen egy kicsit előrébb tartok, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nekem most kéne visszahúzódnom. Most kéne visszahúzódnom, mert most nézd, nagyon őszinte leszek. Engem már a larpullár orgonálás nem érdekel. Tehát annak, hogy az ember életében 2026-szor eljátsz a D-moltokát és fugát a Műpában, vagy nem tudom, a Párizsi Szentszülfődben, ennek már nincs értelme. Most már mindig azok a nagy és új magam által teremtett kihívások, amiket meg akarok futni, de hát ebből viszont nem kell sokat. Tehát ezek ilyen ünnepi vacsorák, és az ember nem eszik napi szinten ünnepi vacsorát, tehát az egy éppen kétszeresszük. Tehát most már nem szeretem ezt a fajta. Ha nézd, akkor inkább pontosabban fogalmazok, mert nyilvánvalóan egy kicsit ez is a kérdésed mögött van. Nyilván az ember, hogy bizonyos függetlenséget elérjen, ehhez bizonyos anyagi függetlenségre is szüksége van. Én úgy terveztem, hogy körülbelül 50 éves koromra egy olyan anyagi hátteret teremtek magam mögé, hogyha családom idáigi halálozási adataiknak ismeretében azt gondolom, hogy mondjuk 80 éves koromig fogok élni, akkor addig viszonylag egy tűrhető, kellemes életben élhessek. Ezt megteremtettem. És így aztán 50 éves korom fölött mindaz, amit még csinálok, azt már tényleg csak kedvből csinálom. Ez egy ilyen értelemben kényelmes állapot. Azt mondtad, hogy egy tűrhető élet a te értékelned szerint. A tűrhető élet az mit akar pontosan? Milyes fajta feltételeket? Semmi más nem vár. Tehát figyelj, hidd el, hogy soha életemben nem voltak álmatlan éjszakáim, vagy mondjuk nem a rózsadomban, egy hatszintes villában élek. Tehát hogyha így gondolod, akkor az újkori új gazdagságnak az asszerszoárja egyáltalán nem kísértett meg soha. Talán egyetlen dilim volt egész életem az, hogy szerettem a sportkocsika, de... Hány sportkocsid van most?
Egy. Mindig egy. Csak egy mindig van. Csak tehát egy. Persze nem. Tehát nem Elton John vagyok, érted, aki gyakorlatilag fél Angliát lefoglalja a parkolók kocsijaival. Nem. Egyetlen autó van. De, hát nem egyetlen, egy van Európában, meg egy van Észak-Amerikában. Azt azért nem musztatnám. De nem, egyébként semmi ilyesmi. Tehát én inkább, hogy is mondjam, ez most olyan furcsa kifejező, egy kicsit olyan rátarti szellemi ember lettem. Tehát nekem most már sokkal kényelmesebb, hogy van egy olyan összeverbuvált szellemi baráti köröm, akikkel, ha nem is találkozom sokszor, de tudom, hogy a megbecsülésüket bírom. Na most ezeknek egy része teljesen értetetlen módon meghalt előlem, így jó pont úgy, mint a pszichológusom. Tehát mondjuk tényleg ez egy kicsit pekes voltam, hogy szerencsés is és pekes is, hogy én mindig felfele barátkoztam, tehát mindig öreg embereknek a barátsága volt számomra fontos, mert tényleg bent volt Faludi, Fejtő, Töröcsik, Mari, Makkároly, szóval így aztán, hogy is mondjam, ma már egy kerepesi temetőbe megtett séta, az gyakorlatilag már olyan, mint egy 5 órai teja. Töröcsik Marit örököltem, mert Töröcsik Mari és apám között volt egy nagyon szép barátság az 50-es években. Töröcsik Mari fiatal színésznőként sztárja volt ennek a Kölykök, vagy Kölyök című Kölyök filmnek, igen, és abban apám volt a zongorista. És a 3 hétig ott forgattak Dunaújvárosban, gondolom a két ragyogó szépség időnként egymásra nézett, amikor görög istennők és istenek találkoznak. Itt meg is állt ez a történet? Ennyit tudsz? Nézd, sem rabiuk, sem gyóntató papjuk nem voltam, de azt minden esetre észrevettem, hogy amikor egymásról beszéltek, akkor mindig a szemben a párásodásnak egy olyan fokozatát láttam, amit egyébként mondjuk nem szokott emlegetni valaki, vagy nem szokott villantani valaki, amikor mondjuk a disznósaj szépségéről beszél. Hát ha csak nem az ongora játék volt. Mondom, ez félig tejfásra. Igen, nagyon tetszik ez az eljátszott naivitás. Igen. Szóval, tehát Marit örököltem. Garas Dezsén egészen különös dolog volt, az szerintem még most is van a pincéreknek az a generációja, amely erre emlékszik. Egyszer bementem a kedves kis András úti kávéházamba, ahol egy időben szinte rendeltem minden délután, és hogy bementem, és ott a süteményes pult körül áldogoltam, egyszer csak azt láttam, hogy hát akkoriban nagyon sok hajléktalan volt az Andrássy úton, és ezért valaki térdeltem, és csókolgatja a kezemet. És azt hittem, hogy nem tudom, egy hajléktalan most így akar pénzt kérni, majd így fölnéz, ott van Garas Dezső, és azt mondja, hogy én olvastam a könyvedet, és én nagyon-nagyon nagy rajongod vagyok, és mondtam, művész úr, álljon már, ez olyan cikit, és hát is ilyen 7 óra előtt voltunk, tehát ilyen színház előtti közösség ott volt, és ez egy nagyon ciki helyzet volt. És én utóbb nézem azt, hogy Garas Dezsőben tényleg volt egy ilyen fölfokozott, és majdnem mindegyik más volt. Fejtő Ferenc, ő megtanított engem az igazi barátságra. Én nem voltam odáig, azt hiszem, jó barát. És az ő, mit jelent, hogy nem voltál jó? Hát olyan barát voltam, aminek manapság a barátot sajnos úgy általában látja az ember. Tehát ez a mindenem a tiéd, de az időmet nem adom. Uh-huh. És önző voltál? Kapkodó voltam, és azt gondoltam, hogy tehát az ember nagyon sok barátságát azt hiszem, hogy úgy ütemezi, hogy oké, most nincsen rád időm, de majd, hogyha eljön az a boldog perc, amikor több lesz az időm, akkor rengeteget fogok foglalkozni. És akkoriban még ezt az alapvetést nem tudtam, hogy az egyetlen dolog, amit tényleg adhatunk a másiknak az életünkből, az az időnk, meg a figyelmünk. És Fejtő Ferenc ilyen értelemben megtanított? Legelképesztőbb helyzetekben fölhívott engem Párizsból, és mindig ugyanazon az édes, aranyos, ilyen reszketegű, a lassan beszélő hangján mondta, hogy szervusz, haver, Feri vagyok, Fejtő Feri Párizsból, mondd, hogy vagy. És olyan ritka, amikor az ember valóságos, hogy is érdeklődést tapasztal a saját személye iránt, amiben nincsen sem sznop. Tényleg. És hát ráadásul közben az ríghatott meg, hogy tudtam, hogy hát ez az ember azért mégiscsak ott ült, és a legközelebbi barátja volt a szép szobban József Attilának. Tehát, hogyha egy ilyen időtáv után, vagy egy ilyen időhíd után ő mégis megtalál bennem valamiféle értelmezhető vagy szerethető szellemi társat, akkor az nekem nagyon nagy élmény. Ma van olyan barátod, amelynek a barátságát, vagy amelyel a barátságát úgy ápolod, ahogy az Fejtő Ferenc tanította neked? Igen, és azt is meg kell tapasztaljam, hogy nem kis munkafolyamat, egyébként nagyon értékes embereket a barátságnak ebbe a felelősség szintjébe belevinni.
Tehát valahogy ebben érezhető szinte mindenkin is általánosan a legrosszabb korszellem, ez az időtlenség, vagy az időhiány, hogy valahogy az emberek a legfontosabb kapcsolataikba sem viszik be a legnagyobb alapvetést, az oxigénjét a kapcsolatnak, az időt. De rákényszerítem őket. Hogyan? Miképp? Zsarolom őket, hát ezzel azzal. Tehát a legjobb, mondok egy jó példát. Tegnap előtt valakit arra kértem, hogy gyere, látogass meg engem Új-Skóciába, mert amennyire ránézek arra a világra, úgy hiszem, hogy te ebben a világban pompásan él. És akkor jönnek a szokásos tanítók, zeneakadémia, blablabla. És akkor mindig azt mondom, és ez nagyon-nagyon, nem akarok mondani, de furcsa mondom nagyon, hát, hogy figyelj, hát most fölállsz ettől az asztaltól, és teszel 5 lépést, és hirtelen a tetőről leesik egy cserép, és téged fejbe kanyarít, akkor minimum 3 hétig fogsz a baleseti sebészeten feküdni. Tehát akkor most te azt akarod nekem mondani, hogy egy obiban 340 forintért megvásárolható tetőcserép többet ér az életedbe, és jelentősebb, mint az én barátságom. És itt megrogynak a térdek. Ez annyira demagóg, hogy ezt már ők se hiszik el. Akkor ez az illető megy hozzá. Megy. Olyannyira, hogy már le is foglalta a repülőjegyét. Akkor tényleg hatékony. Hát nézd, hát igen, néha a legbanálisabb módszerekkel lehet győzni. Na nézzünk egy következő témát. Ha adnak, fogadd el. Ez még nem volt, ugye? Nem, nem, nem. Nem. Az egyik rajongód tulajdonképpen a teljes vagyonát ráthagyományozta. Én ezt jól tudom? Akarta, de én ezt nem fogadtam. Nem fogadtam el. Nem fogadtam el. Nem fogadtam el, ugyanis az illető hölgy cselekedete mögött nem a saját szerény művészetem iránti tisztelet húzódott meg, vagy a törekvéseim megbecsülése, hanem egyértelműen egyfajta eltitkolt és másnak hazudott szerelem. Ó! Oh. És innentől fogva egészen más lett a dolgok színezete. Ez dzsigoló nem vagyok. Ez mikor derült ki? Mely fázisában az ismertsége? Ez már nagyjából az elején. Tehát én azért nagyon sokszor ezt észrevettem az életemben, hogy az emberek nagyon sokáig, még akár önmaguknak is hazudnak a saját érzéseiket, illetőleg velem kapcsolatban, csak azért, hogy ne kelljen egyértelműen bevallani akár önmaguknak, akár nekem is, hogy hát ez náluk egy már egészen más, hogy is mondjam, érzelmi állapot. Tehát azt akarod mondani, hogy többen szerelmesek beléd, mint akik... Nem belém, egy image-be szerelmesek. Egy image-be szerelmesek, noha ezt ők barátságnak és rajongásnak. Néha, hogy is mondjam, túltolja magát a legendagyár, és akkor ilyenkor túltermelési válság van. Szóval megemelkedik a csernobili üzemi hőmérséklet, és az veszélyes, mert onnantól fogva öngyulladások kezdődnek. Igen, ez persze mindig így volt. Mindig így volt? Mindig. Hát amióta az ember a placon van, azóta mindig így volt. Persze. Hát nézd, az embereknek egy nagy része nyilván egyfajta meglehetősen átlagos, és a saját képzelő erejüket visszaszorítottan, hogy is mondjam, csöndes életben él. És akkor megjelenik egy olyan fajta paradicsom madár, mint amilyen én vagyok, akkor nyilvánvalólag ez a... hogy is mondjam, a fiatalkori vágyaknak az újjáéledését jelenti sokak számára. Te éltél-e ezzel? Ahogy éltél-e vissza ezzel? Nem, mert hát ahol visszaéltem volna, akkor most például tényleg az a Király utcai lakás az enyém lenne. Jó, hogy ennyire nagyra ment a játék, tehát nem egy ilyen kis nyugdíjat kell elképzelni. Most viccelődöm, gondoltam, hogy egy nagy polgári hölgyről van szó. Nem, szóval kezdetben nem volt egyszerű megkülönböztetni ezt a dolgot, mert nyilvánvalóan az ember, amikor szeretne visszaigazolást kapni a saját becsvágyára, akkor elhiszi a tündérmeséket. De aztán, mivel én elég gyorsan megkaptam ezeket az első jeleket, innentől fogva én már nem azt mondom, hogy gyanakó voltam, de voltak jó antennáim arra, hogy felfogjam, hogy azért nagyjából mi van a szavak mögött, és mit akarnak el a szavak. Hogy rendezed el mindezt? Amikor szagot fogsz, vagy bizonságot nyer mindezt? Akkor mindig nagyon-nagyon visszahúzódom a helyzetből. Van egy nagyon-nagyon szellemes és nagyon kedves ügyvédbarátnőm, aki egyszer pont egy ilyen hölgynek a velem kapcsolatos, hogy is mondjam, intenzitását látva, azt mondta, hogy
Hát tudod, azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy ő számodra a nő az út végén. Na most, hogyha így nézzük, akkor nyilván az életemben nagyon sok ilyen út végén engem várakozó teremtés volt, de... De nem ezt az utat választ, a tudod, saját alagút tudod, felé tudod, az alagút felé mentem, igen, úgyhogy ők sajnos most a Mészáros utcában hiába várnak az alagút végén. Meg hát azért figyelj, hát azért még egy pár évvel ezelőtt viszonylag, hogy is mondjam, azért, hogy a placra már csak így optikai tuning szempontjából is kitolható voltam. Tudod, szóval, hogy viszonylag egy helyesebb pasi voltam. Azzal se éltem annyira, amennyire lehetett. Nem? Nem. Sajnos ilyen értelme egy kicsit mafla voltam, mert... Hát sokszor eszembe jutna róla, a mafla az úgy értelem. Nagyon sokszor voltam mafla. Hát jó, akkor ezek szerint látod, te is. Hatott a legenda, nem. Mafla voltam, mert én, ha utólag jellemezni kéne magam nagyon sok tekintetben, akkor én voltam az a dorka, akinek ott volt végig a lábán a rubincip, és nagyon sokszor nem tudta, hogy össze kell kupintani háromszor, és kívánni kell valamit. Szóval én nem, nagyon sokszor nem vetted észre a lehetőségeket? Nézd, hogy túl intenzív volt az életem, és ezért nem figyeltem a rubincipőre, vagy egyszerűen tényleg, ahogy mondom, mafla voltam. De azért az életed későbbi szakaszában rendesen felszabadultál. Tehát ez a maflaság azért nem tartott olyan. Akkor nyilván átestem az ló másik oldalára, akkor volt egy idő, amikor túl felszabadult voltam, és akkor szép lassan az inga beállt középre. Te mondd, ha már ezt említed, a maflaságot, meg a felszabadultságot, csak pár mondat erejéig, ha érintjük. Pár évvel ezelőtt veled szemben megfogalmaztak egy vádat, ez egy szexuális zaklatási vád volt, amire te... Soha nem fogalmazok szexuális. Egy illető azt mondta, hogy én szóbeli ajánlatot tettem, igen, neki, amikor ő 15 éves volt. Kiskorú volt, ő ezt állította. Igen, na most hát ez azért vicces, ugyanis az illető, ez abban az évben született meg, amikor ő 15 éves volt, akkor én még nem éltem Magyarországon. Tehát erre nekem egészen pontosan az 1989. november 28-án az útlevelem bepecsételt belépési pillanatom volt a bizonyíték. Nem, ennek emögött egészen más állt. Emögött egészen más állt. Én ismertem az illetőt, persze. 19 vagy 20 éves voltam, amikor megismertem. Ez az illető bekerült egy olyan fundamentalista közösségbe, keresztény közösségbe, amelyik akkor mindenfajta, hogy is mondjam, szexuális másságot megpróbált, hogy is mondjam, lehet ezt legjobban politikai szinten támadni. És én ennek lettem tulajdonképpen akkor az egyik ilyen lehetősége. De az illetővel szemben azért nem indítottam aztán semmit, mert ő akkor már egy nagyon-nagyon súlyosan beteg ember volt, amikor az egész megtörtént. Nem is tudtam azt, hogy ő valójában mennyire volt tudatában ennek az egésznek. De tulajdonképpen egy szó nem igaz abból, amit ő megfogalmazott? Hát annyi igaz, hogy ismertem őt, és egy időben barátom is volt. És a legviccesebb az, hogy tulajdonképpen ez a barátság évekig kitartott. Nem, ennek volt egy... Egy közeledés nem történt, ha jól értem. Nem, soha nem történt. Nem. Sem fiatalkorúként, sem nagykorúként. Sokakhoz közeledtem, de hozzá nem. Hozzá nem. Tehát ezért volt furcsa a történet. És, nem is tisztáztátok ti ezt? Később, amikor ez a vád megfogalmazódott, gondolok olyan típusnak, hogy fölemeled a telefont, már nem emlékszem meg minden esetet. Fölemeltem, de nem vette föl. Nem vette föl. De mondom, ezt annak tulajdonítom, hogy az illető akkoriban már tényleg nagyon súlyosan beteg voltak. Bármit szerinted ezen a branden, igen, vagy ezen a legendárium, vagy nem tudom, minek nevezem. Szerinted ártott mindez, ez az ügy? Szerintem az égvilágon semmit. Megmondom miért, mert alapjába véve az egész életemet, ellenére a legendáknak, azért nagyon hitelesen éltem, és nagyon nyitottan éltem. Tehát innentől fogva nekem különösebben soha nem voltak titkaim a világgal szemben. Nem tudsz olyan emberről, aki emiatt csalódott volna benned, elfordult volna tőled? Nézd, mármint emiatt a történet. Emiatt a történet. Nem, mert az nagy hullámokat keltett, ő nyilatkozott sok helyen meg, hivatkozott. Ne. Volt válaszlevél a terészedről, emlékeim szerint. Igen, de... Aztán elhalt, persze. De... Azért nem volt ennek, mert gyakorlatilag azért a társadalom, és legalábbis a társadalomnak, hogy is mondjam, az ítélőképes oldala, az azért nagyon jól meg tudja különböztetni azért a talmit az igaztól. És mivel itt egyértelműen rögtön az első pillanatban, és ezt ő maga is beismert ott az egyik válaszlevelében, hogy igen, lehet, hogy tévedett az évszámokkal. Tehát amikor én bizonyíthatóan nem vagyok
Magyarország 6000 kilométeres körzetében, abban az évben, amit ő megnevez, akkor innentől fogva a dolognak nincsen ilyen értelemben jelentősége. Nem is viselt meg belül téged? Nem megviselt, hanem inkább pontosan annak a nyomán gondolkodtatott engem el, amiről előbb beszéltünk, hogy amikor ez az ember 19 évesen zeneakadémistaként engem megismert, akkor pontosan azt a rajongást, amit előbb elmondtam, hogy nagyon sokszor éreztem magam, akkor ő ezt nagyon éreztette velem. Én voltam számára az etalon. Ő fiatal muzsikus volt, és nyilván neki ez az egész odáigi pályaképem, az image, a lemezek, ez nagyon-nagyon tetszett. És ez fordult át, ha jól értem a te szavaid, egy olyan történetű, hogy ő kitalálta mindezt? Ő elég élethűen írt le két szituációt. Amikor ennek, ahogy is mondjam, éppen idénye volt, hogy ezzel lehet esetleg karaktergyilkolni, akkor ő ebbe belekezdett. De már azért eleve rémbizarr volt, mert ő egy ilyen kvázi eltorzított hangon mondta el ezt az első ezzel kapcsolatban, és nem mondott semmi nevet hozzá. Csak annyira bizarr volt az egész, amikor meghallgattam, hogy gyakorlatilag, mivel ez a bizonyos torzító program azért nem tudott teljesen, tehát ez valószínűleg elég olcsó torzító. Megismertem nagyjából a hangját, akkor megkerestem akkor itt TV interjúit, és megismertem a hangját. És ennek alapján én őt megneveztem. Te nevezted meg? Ő nem nevezett sem engem meg, sem magát nem nevezett meg az alaphelyzetben. Tehát, mivel azt mondta, hogy egy híres orgonista Magyarországban, tehát azért nagyon, nagyon nem volt, hogy is mondjam, hova nyúlni ebben a történetben. Tehát akkor én neveztem őt meg ebben az egészben. Én neveztem azt mondjam, hogy sem mondtam, hogy ebben hazudsz. Még egyet mondjál ezzel kapcsolatban, és ha már ilyen nagyon nyílt szívűen beszélünk erről, azt mondhatod, hogy sok mindenkihez közeledtél. Volt olyan szerinted ennyi idő után, amikor ma már azt mondod, tekintve, hogy átalakultak ennek normái az elmúlt időszakban, amire ma már azt mondod, hogy lehet, hogy átléptél egy határt? Nem, mert tudod miért nem? Mert egy kicsit mindig díváskodtam, és mindig megvártam, hogy engem igázzanak le. Te nem voltál kezdeményező soha? Vagy nem soha, de olyan nagyon határozott léptekkel nem indultál neki? Én mórikáltam magam, azt hiszem ez volt talán az én módszerem. És hát figyelj, szintén voltam 25 vagy 30 éves, meglehetősen jól néztem ki. Volt egy értékelhető, hogy is mondjam, hírnevem vagy ismertségem. Hát nyilvánvalólag ezek nagyjából összeadták azt, hogy az ember bement mondjuk egy pesti bárba, vagy bármi, akkor nem kellett ott nagyon, hogy is mondjam, törekedni bármire. Tehát... Ez nem mond ennek nem mond ellent annak, hogy egy nagyon sikeres nő vagy férfi is tud, miha elkényeztette is a sors, időszakosan, egy-egy esetben, ha valaki mondjuk nagyon megtetszik neki, és ott ellenállást. Nézd, nem akarok vulgáris lenni, de hát hogyha mondjuk valaki egész este rajtam áll, majd mondjuk az adott pillanatban kedves kislányt hazaviszem, és önként ledobja a bugyját, akkor innentől fogom, nem arra kell gondoljak, hogy nem tudom, én éppen a szatyrában lévő másik bugyit akarja fölpróbálni. Tehát azért mondjuk szerintem ezekre elég értelmezhető kódok voltak akkoriban. És ez már nem a mafla korszakod volt, most arról beszélünk, hogy elő sem egy vicce. Nézd, valószínű akkor is sokszor voltam mafla. Igen? Igen, akkor is sokszor. Tehát az egyértelmű. Én nagyon sokszor, többször néztem nemnek az igent, mint lehetett volna. Utólag ezeket nagyon bánod? Nem, egy csöppet sem. Csöppet sem? Csöppet sem. Volt egy tanárom, mindig azt szokta nekünk a csalódással kapcsolatban mondani, hogy a mai eszemmel mindig ezt mondja, mennyi mindent kihagyott ilyen értelme, de akkor te azt mondod, hogy így volt jó. Én azt hiszem, hogy így. Tehát én nem hiszem, hogy bármiben kevesebbet kaptam volna, mint ami eleve nem járt nekem semmi. Az érdemeim után sem járna olyan nagyon sok, de én azt hiszem, hogy ez, hogy is mondjam, jó fizetési osztályba sorolt meg, nem a sors. Na nézzünk egy következő témát. A rossz bicikli az volt már? Nem volt. Na. És az a heti hetes. Igen. Mert hogy te azt mondtad a heti hetestől volt távozásodtól, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy rossz biciklire szálltam. De még időben észrevettem, mondtad te. Ez annyit jelent, hogy ma már nem mennél el a heti hetesbe?
Ez egy érdekes kérdés, mert elég későn vettem azt észre, hogy ennyire polarizált már az ország. Tehát, hogy besorolódsz magyarán. Igen, tehát én azt gondoltam, hogy a humor azért a dobozokon átnyúlik. Tehát, hogy, hogy nem illik megsértődni a humorra. Na most ezt azért felülírtam a Heti Hetesnek a felvételein, mert sokszor azt vettem észre, hogy azért már az ottani humor is sokszor, hát hogy is mondjam, túllépett az én ízlésemben, mert de lehet, hogy én nem voltam csak update-olva az akkori pesti közhangulat vagy közbeszédhez. Tehát, olcsónak láttad? Közönségesnek? Rögtön az elején, a műsor folyama elején, amikor én oda beültem, akkor egyszer történt egy olyan, hogy az egyik legkedvesebb barátomat, egy magyar protestáns püspököt, ott valamiért kipécéztek maguknak. És olyan nagyon csúnya mondatok alatt, úgyhogy nem is ismerték. És én ismerem 35 éve, 40 éve ezt az illetőt. És akkor a főszerkesztőnek mondtam, hogy figyelj, ha szeretnéd, hogy én továbbra is maradjak ebben a műsorban, ezt vedd ki. Mert én tudom, hogy ez mennyire igaztalan ezzel az emberrel szemben. Én nagyon jól tudom azt, hogy mennyire ő most, hogy is mondjam, céltáblája lett egy ideológiának, amiben jelen pillanatban ő személy szerint teljesen ártatlan. És hogyha ez ilyen igazságtalanul folyik, akkor nekem nincsen kedvem ebben részt venni, és ő nagyon úriember módon ki is vette ezt a részt, tehát ez egyáltalán nem hangzott el. Na most akkor vettem észre, hogy egy kicsit, inkább így, így fogalmazom, hogy egy kicsit öncélú lett ott a szellemesség, tudod? Szóval, és általában véve, és egyébként most őszintén nem mondom, azért szeretek most már másodszor itt lenni nálad, mert azt a fajta kényszert nem érzem, ami egyébként ma már egyre inkább elvárás szinte mindenhol a médián belül, hogy meghívnak valakit, de mindig valahogy a műsor megpróbálja a saját képére formálni az illetőt, tudod? Tehát nem hagyja meg, hogy Töröcsik Mari legyen, hanem valamit akarnak, valamit ki akarnak módolni belőle. És ilyentén valószínű, talán én is később vettem észre, hogy ez a Heti Hetes ilyentén egyszerűen csak, hogy is mondjam, az arcomat és a hangomat akarja használni egy irányzatnak az erősítésére. Hibáztál te bármiben is? Ott? Ott? Nem hiszem, hogy annyira jelentős szereplő lettem volna. Jól tudom, hogy te valami megsértődtél, és elviharzottál egy felvétel után, közben, hogy te ide nem jössz többet. Megsértődtél valami? Az egyik műsor felvétele előtt, mielőtt a kamerák elindultak volna, de már olyan fél sötét volt a stúdióban, akkor ott egyszer az egyik szereplő mondott egy olyan mondatot, vagy egy olyan viccet, amit én soha az életemben nem fogok még egyszer elismételni, mert annyira ízléstelen tartom, de egy bizonyos fizikailag sérült társadalmi csoportra nézve olyan sértő volt, hogy én azt mondtam, hogy ezzel nem tudok azonosulni. És akkor az a műsor az egy volt érdekes, mert ott akármi történt, ott csak némán ültem, mint a 13. javasasszony a sarokban, és szót nem szóltam, és akkor mondtam a főszerkesztő úrnak, hogy én akkor ezután már ebben nem kívánok. És ő meg is értette. Nem is mondod meg, hogy ki volt ez az illető? Nem szeretném elmondani, mert ugyanakkor az az érdekes, hogy ennek az illetőnek ugye egyébként a közéleti munkásságát, vagy hogy is mondjam, a szellemi termékeit a mai napig is kedvelem. Tehát tudom, ez egy furcsa kérdés, hogy talán ez egy bizonyos fokig megváltozott Magyarországon, hogy nagyon sokszor igazán kitűnő és jeles közéleti szereplők is valahogy nem érzik azt, hogy mit lehet és mit nem. Tehát régi kifejezésről nem tudnak viselkedni. Te ott például ezt rögtön szóvá tetted? Tehát hátra néztél, és azt mondtad a kollégátok, nem? Annak semmi értelme nem lett volna. Nem, részben azért, mert bent ült egy 40-50 fős közönség, amely, mivel ők is, hogy is mondjam, erre a nagyon ízléstelen akkori viccre olyan felnyerítően őt vihogtak, hát látszott, hogy én most teljesen szembe mennék itt a Niagara vízesésnek a folyamával. Tehát ennek semmi. Nem, hát én ezzel levontam a konzekvenciát, hogy ebbe a dologban nekem nincsen dolgom. A későbbiekben.
De volt egy fél mondatod, még akkor a távozásodkor, hogy rostílusú, ápolatlan, nem is tudom, miknek nevezted ezeket az embereket, azt mondtad, hogy ilyenhez neked fogatlan, ápolatlan riőkhez neked nincs tulajdonképpen közöd. Ott valakire gondoltál, vagy úgy általában a magyar közállapotra céloztál? Látod, ezt most már annyira nem tudom magamba fölidézni, hogy akkor pont az az indulat mire céloztatott velem, de én azt gondolom, hogy én ott már akkor egy időmben rosszul éreztem magam ebben az egészben. Rosszul éreztem, mert a világ ennél sokkal árnyaltabb. Semmint, hogy azt mondjam, hogy ha engem B nem szeret, akkor én csak ott támogatom. Én azt hiszem, hogy ez sokkal, sokkal inkább árnyaltabb, és én lehet, hogy abban talán, hogy is mondjam, rosszul kalibráltam az egészet, hogy én azt gondoltam, hogy egy ilyen műsor is megmaradhat bizonyos árnyaltságban. Árnyalatlannak láttad, és az árnyaltságát hiányoltad? Pontosan. Egysikú volt, egyfajta nézőpontot volt képes csak felmutatni? Egyfajta politikai szemüvegen keresztül volt csak képes látni a világot. És én nagyon jól tudom azt, mivel hisz végül is azért az én liberális gondolkodásom és sok egyéb miatt utóvégre mégiscsak a magyarországi liberalizmusnak egyik látható arca voltam, de másfelől viszont egy olyan közegben éltem az életemet, ahol nagyon sok idős lelkész bácsi, meg szerzetes volt. Tehát láttam a dolgok másik oldalát, ezért nagyon jól tudtam, hogy nem szabad bekötött szemmel ülni a másik oldalra, mert a másik oldal az nem egy egységes oldal. Elsősorban nem is tudom, hogy az egyetem másik oldal-e, és az nem egy egységes dolog. Hát vannak ott is, azon az oldalon is olyan emberek, akiket abszolút nem tudsz egy platformra helyezni, holott mondjuk erről az oldalról nézve úgy tűnik, mintha egy zsákba ülnének. Ez abszolút nem így van. Végezetül választhatok én egyet, és szerintem ez egy jó lezárása lesz a történetnek. Ez pedig a... Előbb kinéztem, csak most elfelejtettem, hogy melyik is lenne az, ami a vége. Ez a kérész. Azon gondolkodsz, hogy amikor már jó sokára mindez véget ér. Abszolút akkor, nem érdekel. Hogy mi marad utánad? Ne, abszolút nem érdekel. Abszolút nem érdekel, mert elsősorban is az előadó művészet az a napnak és a percnek szól. Tehát ott nem hiszem, hogy évtizedekkel későbbi pillanatokban érdemeket lehetne felsorakoztatni. Tehát ilyen értelemben nekem tulajdonképpen van egy egészen elképesztő jutalomjátékom. Pont ez a YouTube világ. Te azt látod, az fönnmarad? Tehát ilyen értelemben gondoskodsz róla. Én vagyok a legnagyobb zavarba tőle. Örömteli bambasággal nézem, mert az én generációm még erre a fajta, hogy is mondjam, utóégető motorra még nem volt fölkészítve. Tehát nem gondoltam, hogy a kiáramló, kipufogó gázt még egyszer föl lehet használni valamire. Úgyhogy persze, én ezt döbbenten nézem, és örülök is neki, és néha egészen megdöbbentő találkozásaim vannak emiatt. Mert hát azért mondjuk az a 29 millió, de hát mondjuk ennek a démoltokat és fugának a 12 milliós embertömeg is él a világban, valahol néha az utcán vannak, és egyszer-kétszer beléjük is futok, és ez nagyon mókásra teszi a helyzetet. De egyáltalán nem tekintek úgy erre, mint ami olyan nagyon lényeges lenne. Figyelj, én egy kornak voltam egy szeretetre méltó, és bakirán nagyon elkötelezett kortünete. Nekem volt egy olyan imprintingem, és a mai napig megvan, hogy az emberi élet cudarsága közepette azért, hogyha az ember bizonyos dolgokat elolvas, és bizonyos dolgokat meghallgat, akkor jobb lesz egy kicsit az élet. Elvisel. Tehát lehet falfehér, vagy lekopott zárka belsővel is ülni itt az élet börtönébe, és lehet azt, nem tudom, mimozákkal is kipingálni belülről. És én ezért egy életen keresztül ragaszkodtam ehhez. És így, hogyha már így hajladozás felé nyíló koromban is úgy veszem észre, hogy vannak emberek, akik ezt épp úgy szeretik, vagy éppen abban, hogy is mondjam, társat találok bennük, akkor az nyilván nagy öröm, hogy azért az ember nem úgy érzi, hogy kész utolsó rajongom is meghalt, úgyhogy most a magamra húzom a kriptafedelet. Azt mondod, hogy nem ez a lényeges. Mi a lényeges?
úgy általában az életben neked? Szerintem annyi, hogy viszonylag kényelmesen éljünk, és tisztességes benyomást tudjunk eltenni a körülöttünk lévő környezetben. Hát legyen ez a végszó akkor. Mindig nagyon sajnálom, hogy nem lőttünk ki nem tudom hány témát. Most tényleg vérzik a szívem, mert egyik jobb lett volna, mint a másik, de így se jártak rosszul a hallgatók és a nézők, mert szerintem én legalábbis nagyon jól éreztem, és biztos vagyok benne, hogy így voltak ezzel a hallgatók és a nézők. Nagyon köszönöm, hogy... Én is köszönöm. Remélem, hogy az élet megadja még, hogy valaha egyszer a harmadik élve boncoláson is elmehessek. Én örömmel állok. Kadarkai professzor úr szikéje alá. Megtiszteltetés lenne, köszönöm.